nemzet nagyai számára létrehozott sírkert gondolatát Széchenyi István vetette fel. A sírkert a 19. század közepén Pest köztemetőjeként nyílt meg, majd a század végére Magyarország legrangosabb kegyeleti helyévé vált. Itt áll többek között Batthyány Lajos, Deák Ferenc és Kossuth Lajos mauzóleuma is, ez utóbbi Magyarország legnagyobb síremléke. A sírkert ma nem csak egy emlékhely, hanem a főváros életének meghatározó szabadidős parkja is, ami számos tematikus túrával és programmal várja a kikapcsolódni vágyókat. Aki ide jön, az tehet egy kis történelmi utazást a múltba és a jelenbe, hiszen ne felejtsük el, hogy a 21. század jeles elhunytjai is itt vannak eltemetve. De mindenen túlmenően, aki ide jön és itt sétál, az láthatja, hogy babakocsi és kismamák is itt sétálnak, koszogók is itt vannak, tehát egy védett területen, biztonságosan, szerintem mindenki számára egy élmény, mindenki megtalálja a saját érdeklődésének, fizikumának, gondolatainak megfelelő részt, ami számára fontos lehet ebben a sírkertben. Komoly idegenforgalmi, idegenvezetői csoportot hoztunk létre, akik történészekből álló szakképzett emberek több nyelven beszélnek, akik folyamatosan kutatnak és folyamatosan újabb és újabb úgynevezett tematikus sétákat állítanak elő. Közel 50 tematikus sétánk van, amik természetesen a honlapunkon folyamatosan figyelemmel kísérhetők. Ha már a honlapunk, büszke vagyok arra, hogy a honlapunk is elnyerte az év honlapja címet az elmúlt évben. Tehát mindenben folyamatosan próbálunk felzárkózni és figyelünk a lehetőségekre. Amire nagyon büszke vagyok, ebben az évben kifejlesztettünk egy applikációt, a Fiumei Guide-ot, egy ingyenesen letölthető applikáció, amelynek a segítségével egyénileg ide látogatók is biztonságosan eligazodnak, amiben van egy úgynevezett, mi úgy hívjuk, hogy top 100-as lista, amiben az általunk legérdekesebbnek, legfontosabbnak ítélt, vélt síremlékeket, parcellákat mutatjuk be, ebből is hát természetesen a legfontosabbak a mauzólamaink, de a nyári és az őszi időszakban visszatértünk a hagyományos vezetett sétákhoz is, és hát vannak sláger útjaink, sláger sétáink, például amit már említettem, a mauzólumok megtekintése, az irodalmi séták, de vannak nagyon érdekes sétáink, például a gasztroséta, a sörséta, tehát van egy olyan kör, akik már olyan szinten követnek minket, hogy folyamatosan meg kell újulnunk, hogy nekik is mindig újat és újat tudjunk nyújtani. Halottak napja kapcsán is készülünk egy csendesebb, természetesen egy csendesebb, kötetlen formájú megemlékezéssel. Az elmúlt években mindig hagyományosan meghirdettük, hogy X időpontban egy zenés megemlékezés van, valami jeles komoly zenei képviselőt kértünk fel. Ebben az évben pontosan a Covid miatt arra gondoltunk, hogy egy sokkal lazább, kötetlenebb formában kedveskedünk a kegyeletüket lerólni szándékozó ide látogatóknak, ezért egy 2 órás időtartamban folyamatosan ilyen zenei kavalkád lesz, és nem kell leülni, valaki egy kicsit megáll, meghallgat egy-két zeneszámot, és tovább sétál.